Szerényebb anyagi lehetőségekkel, de stabil háttérrel vág neki az új szezonnak az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapata. Mindezt a nyílt edzést követő szurkolói ankéton Pavlik Ján, a szakosztály elnöke mondta a Csarnokban megjelent szimpatizánsoknak, miután bemutatta az új litván vezetőedzőt, Gediminas Petrauskast, valamint az új játékosokat. A gárda csapat kapitánya idén Medve Máté lett, aki az összejövetelen türelmet kért a drukkerektől. Hosszú volt ez az előszezon, én azt tudom mondani, elég kemény edzéseink voltak, és egy elég kemény menet volt ez a felkészülés. Többször lekommunikáltam már a vezetőség is, és szerintem több játékos is elmondta, hogy idén egy nagyon hajtós és kosárlabdázni akaró csapat leszünk, illetve igyekszünk azzá válni. Fiatalok vagyunk, lelkesek, igaz, hogy több hibával játszunk, de gyakorlunk eleget ahhoz, én úgy érzem, hogy előbb-utóbb ezek a hibák elsimuljanak. Az ankéton természetesen kérdezhettek is a szurkolók, akik bátran megfogalmazták meglátásaikat. Juhász Tibor és Babik Róbert nélkül ritkán kezdődik hazai kosármeccs, de ha tehetik, az idegenbeli összecsapásokra is elkísérik kedvenceiket. A piros-kék klubot az internetes szakportálok az 5.-8. helyre prognosztizálják, amit a szakvezetés és a szurkolók is elfogadnának, de titkon ennél jobb helyezésben bíznak. Úgy sok fiatal gyerek van. Ezeket egybe tartani, nem engedni. Ezt a szezont kiszenvedjük úgy, hogy kiszenvedjük, és a következő szezon már sokkal jobb lesz, csak nem kell őket elengedni. Ilyen edző mellett nem kell őket szerintem elengedni. Most azt mondom, hogy ez reális, az 5-8, viszont az edzőt látva, meg a csapat hozzáállását látva, tehát hogy minden kosárlán felugrottak a játékosok, a bevonulásnál tehát a csapategység az látszik a csapaton, ami azt is eredményezheti, hogy ahogy jönnek az éles meccsek, úgy fog egyre jobban összeállni, és akkor végén, tehát igazából ebből tényleg bármi lehet. Én bizakodó vagyok. Az atomerőmű ESE az elmúlt hétvégén a 4. Morgan Ferdinand emléktornán a 2. helyen végzett, ezzel befejezte az előszezont. Vasárnap már Sopronban bajnoki mérkőzésen dobják fel a labdát a játékvezetők.